Idén is sikeres volt a már 22. alkalommal Bonyhádon megrendezett Tarka Fesztivál. A program sorozat augusztus 9-én pénteken országos agrárfórummal kezdődött, ahol többek között felszólalt Feldman Zsolt államtitkár is, aki a szarvasmarha ágazatot érintő kormányzati intézkedésekről számolt be. A pénteki és szombati napon ezt követően a szórakozási koncerteké volt a főszerep. A szervezők a gyerekek és felnőttek számára egyaránt készültek programokkal, koncertekkel. Játszottunk, hallgattuk a zenéket, meg kajáltunk, meg ittunk, és minden jó volt eddig. A rendezvényen tartott főzőversenyen csapatok, baráti társaságok mérték össze tudásukat. Volt, aki pacalpörköltet készített. Tehát ide is csak össze kell kockázni. Pacalpörkölt az úgy készül, hogy egy húzdek a szalonna le van sütve kacsazsíron, hagymával, zöld paprika, paradicsom, és a fűszerek pedig kömény, borókabogyó és fekete bors. A társaság Erdélyből, Csükcsicsóból érkezett, egy másik bográcsban disznókörömmel és rókagombával készítették a marhát. A disznókörömet azt előre már megperzseljük, hogy felénk mondják, utána megmosva, összedarabolva, azt előfőzzük, fokhagymával, só, bors, ízesítéssel, és később a hagyma, paprika, ágyon a marhahúst előkészítjük, hozzáadjuk a körmöt, és további fűszerezést, azt nem mondom, már Béla eltanulja, és következőben ilyet fog főzni, úgyhogy. Az idei fesztivál nevét adó Milfood Kft. Csapata versenyen kívül vett részt a főzésben. Ez a fesztivál Bonyhádváros legnagyobb rendezvénye most már hosszú évek óta, és rendkívül megtisztelő az, hogy mi támogathattuk ezt a rendezvényt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a Milfood nevét viseli. Ezen indult nyilván szakmai konferenciából, most pedig látszik, hogy hány résztvevő van, és milyen komoly tömeget tud megmozgatni. A rendezvény keretében a szervezők fotópályázatot is hirdettek. Prauda Miklós a világ számos pontján készített képeket szarvasmarhákról legjobb alkotói díjat nyert. Szívből gratulálok! Valamelyik Írországban, valamelyik Erdélyben, valamelyik Magyarországon, tehát több területről válogattam össze. Igazából lett volna még jó pár kép, de azokat nem találtam annyira jónak, hogy pályázatra elküldjem, amelyik Ausztriába készült meg, hát a világ számos részén, Indiába is készült képem. Szombat este ismét a zenészeké volt a főszerep. Koncertet adtak többek között a Nauton Familia sztárjai is.